Keresztény etika és környezeti felelősség, ez a délelőttnek az utolsó és a hétnek is az utolsó témája. Erről beszélgetek Berán Ferenccel. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetek róla. A címből is érződik, hogy van egy krízishelyzet, amit valahogyan kezelnünk kell. Mi ez a krízishelyzet? Nem csak az ember életében lehetnek krízisek, hanem a társadalom életében is, sőt a világ helyzetében is. És vannak olyan jelek, amik azt mondják, hogy komoly probléma van a világban, ökológiai szempontból, tehát természetvédelmi szempontból, például a környezet szennyeződés, az éghajlatváltozás, aztán azt is mondhatjuk, hogy a fajoknak a sokfélessége az csökken, és az ivóvíz is egyre inkább értékké válik, tehát kincsé válik. Ez azt jelenti, hogy valami baj van, és változtatni kell rajta. És ahogy az ember életében a krízis, az, vagy a kudarc, az mindig a megújulásnak a lehetőségét hordozza magában, ugyanúgy a társadalom életében is ez érvényes. Valamit újra kell gondolni, meg kell térni, a megtérés az szó szerint, a görög szó az gondolkodásmód megváltozását jelenti, Istenhez kiáltani kell kiáltani, hogy a világot szépnek alkotta, jónak alkotta, senkit nem akar kizárni annak a gazdagságából, szépségéből. Ebből következményeket kell levonni, és azt hiszem, hogy ha ezt az a kiáltás, ez valóban a lelkünk mélyéből fakad föl, és az égre nézünk, és Isten válaszát keressük, akkor megkapjuk a választ erre, és akkor kezdődhet az erkölcsi megtérés. Tehát ez a hármas megtérés, ez mindig összefügg egymással, tehát a krízis, aztán utána a hitbeli megtérés, az Isten felé kiáltás, fölfedezése az Isten jóságnak, szeretetének, és ezt követi, mint a társadalom, olyan törvényeket kell hozni, vagy szabályokat, ami védi a környezetet, vagy akár a ivóvíz kincset, vagy készletet, és ezt le kell bontani aztán a hétköznapi ember életére. És hozott is nekünk néhány kötetet, ami talán ebben segíthet bennünket. Igen. Három dokumentumot hoztam magammal, a hívek, pontosabban a nézők valószínű ismerik is őket. Az egyik a püspökkari konferencia által kiadott felelősségünk a teremtett világért dokumentum. Ezt a megelőzve a Laudato Si-t a Magyar Püspöki Konferencia adta ki. Felelősséget érez a társadalomért, a természetért. Utána mindenféleképpen kell beszélni Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikájáról, ami Szent Ferencnek a gondolatát idézi, aki dicsőítette a természetet, áldotta a természetet Isten teremtő jóságáért. És egy harmadik dokumentumot is hoztam, ez tavaly jelent meg, az Idők jelei című dokumentum. A társadalom helyzetével foglalkozik ez, és nem csak az ökológiával, általában a társadalom helyzetével, és azt ajánlja, hogy az erényeket, amiket mi hétköznapi életben használunk, tehát ahhoz, hogy az ember boldog legyen, ahhoz bizonyos jó tulajdonságokkal kell rendelkeznie, ezt társadalmi szinten is meg lehet valósítani. Mit jelent a társadalmi életében az okosság, a valóságnak a fölismerése, mit jelent a bátorság, amikor kiállok valami mellett, egy érték mellett, mit jelent a mértékletesség, ez is egy nagyon fontos erény, hogy a fogyasztást milyen mértékkel végezzük, engedünk-e tulajdonképpen azoknak a kísértéseknek, amik érnek minket a média részéről, és végül pedig az igazságosság, ez is egy nagyon fontos, hogy kinek mi jár. De nyilván Isten mindenkinek adta a világnak a javait, ebből senkit ki nem lehet zárni. Tehát összefüggésben van a négy sarkatosai, nem csak a mi személyes életünkkel, hanem a társadalom életével is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt és eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.